Tisztelettel köszöntjük kedves nézőinket, jön a magyar és az angol válogatott, és érkeznek a csapatok 105 ezer néző elé az évszázad mérkőzésére. A News Chronicle címkézte fel így ezt az összecsapást, amelyet hihetetlen érdeklődés övezett, hiszen Angliát Szigetországon kívüli csapat még nem győzte le saját stadionjaiban, a sportág bölcsőjében, miközben a magyar válogatott 1950. május 14-e óta, vagyis a mérkőzés időpontját tekintve 3,5 éve veretlen volt. Ez adta tehát a nagy közönség számára a mérkőzés jelentőségét, de mi adja Bozsik Péter számára, aki ugye 6 évvel ezt az összecsapást, illetve 8 évvel ezt az összecsapást követően született, és az édesapja a magyar válogatott egyik klasszisa volt. Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszönöm a kedves nézőket. Hát szerintem pont ez adja az érdekességét ennek a mérkőzésnek. Még nem láthattam édesapámat már élőben futballozni, hiszen amikor én megszülettem, akkor hagyta abba a futballt. És ez az a mérkőzés, ahol azért már néhányszor megnéztem, hogy hogyan is mozgott, és hogyan futballozott. De hát ilyen minőségben természetesen még én sem láthattam ezt, úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen élménnyel fog megajándékozni ez a közel másfél óra. A magyar válogatott kezdte a mérkőzést azzal a tervvel, hogy nekiugrik majd ellenfelének. Erről visszaemlékezéseiben Sebes Gusztáv is beszámolt. Budai elől tudta kirúgni a labdát Dickinson. Budai 2 bedobása. Holland játékvezető a mérkőzésen, Leo Horn dirigál, és megkapják tőle a labdát az angolok. Rab nem éri el, ő az egyik újonc a csapatban. A sérült Fini helyére került be. Éppen Bozsik csípi el a labdát, amelyet visszakap Zakariástól. Hidegkuti nem támadják meg. Egy szenzációs lövőcsel és egy káprázatos lövés. Vezet a magyar válogatott, mint egy 45 másodperc elteltével. Őrületesen nagy gólt rúgott Hidegkuti, akivel szemben Harry Johnston próbált blokkolni, nem sok sikerrel, és ez is szerepelt Sebes Gusztáv jegyzeteiben, hogy lövőcselekkel megzavarhatók az angol védők. Igen, hát az akkori magyar játékosok a kreativitásukról egyértelműen elhíresültek, meg hát egyértelműen ez a közép-európai dunamenti futballiskola, ezekre a futballistákra jellemző volt ez. Ebből láttunk most egy csodálatos szép megmozdulást. Gyönyörűen csinálta Hidegkuti, ahogy bemutatta a paszt, tolt egyet a labdán, és utána nagyon szépen felrúgta a jobb felsőbe. És ez talán nyugtatólaghat a magyar válogatottra, amely meglehetősen feszült volt a mérkőzés megelőzően. Váridi Pál, aki kerettag volt azon a mérkőzésen, utóbb arról számolt be, hogy a stadion felé utazva a buszon mindenki szótlanul ült. Ennek egyrészt a mérkőzés jelentősége volt nyilvánvalóan az oka, másfelől pedig az a svédek elleni döntetlen, amelyet 10 nappal emecset megelőzően ért el a Népstadionban a magyar válogatott. 2-2 lett annak a mérkőzésnek a végeredménye, és kapott hideget-meleget a csapat, valljuk meg. Úgyhogy itt mindenképpen szerettek volna bizonyítani, és Sebes Gusztáv is úgy gondolta, hogy érdemes lesz valamin változtatni. Így aztán nem repülővel, hanem vonattal utazott a csapat Londonba, közben megállt Franciaországban, és a Renault gyár együttesével, ahol egyébként korábban Sebes is dolgozott, illetve játszott is, egy edzőmérkőzést kötöttek le, és 18-0-ra megnyerték azt a meccset, önbizalmat merítve abból az összecsapásból, hogy mégiscsak tudnak azért futballozni. Bozsik elcsípik a tömörülő angol védők a labdát. Az azonban Loránté. Nem sok híja volt egyébként, hogy egy Szigetországon kívüli csapat győzzön Londonban, hiszen októberben azon a bizonyos világválogatott elleni mérkőzésen, amit Sebes Gusztáv a helyszínen tekintett meg, és ami tulajdonképpen egy Európa válogatott volt, hiszen Európán kívüli játékosok nem szerepeltek a csapatban. Kubala duplázott, és 4-2-re vezetett már ez a világválogatott, de végül az angolok a legvégén 4-4-es döntetlenre mentették a meccset Ramsey büntetőjével. Ők dobnak majd. Éppen Alf Ramsey, aki a 66-os világbajnok csapat szövetségi kapitánya volt aztán, és aki később evereség után még
azt mondta, hogy nem lett volna szabad veszíteniük. Hogyha látjuk a meccset teljes egészében, akkor valószínűleg cáfolatot kapunk erre. Minden esetre ő kimondva kimondatlanul a kapusukat is hibáztatta emiatt. Grosic szedi fel a labdát. Ahogyan már Tibiék említették a stúdióban, mindössze 4 olyan alkalom volt, amikor ebben az összeállításban futott ki a pályára, vagyis az aranycsapat klasszikus összeállításában a magyar válogatott. Ez volt ezek közül a harmadik ilyen eset. Ebben az összetételben egyébként 1952-ben játszott először az együttes. Akkor azonban Hidekuti csereként szállt be. Buzánszki rúgja el a labdát. Budai 2. Egészen mélyen hátra lépve a jobb szélen. Egészen nagy tempóban kezdenek a csapatok. Igen, egy picit talán azt is mondhatnánk, hogy kapkodó a játék. Nincs meg az a megnyugtató 4-5 passz, amivel egy kicsit lehetne birtokolni a labdát. Elég direkt módon futballoznak. Grosic is többször, ahogy megszerezte a labdát, egyből rúgta ki. Tehát nem nagyon próbáljuk kicsit visszafogni a tempót, és nem igazából próbáljuk birtokolni a labdát. Elég sok a hiba egyenlő mind a két csapat játékában. Igen, valóban egyből próbál mindent előre játszani a magyar válogatott. Megint egy picit hosszú ez az átadás. Buzánszki, lepattan a labdája. Érdemes megfigyelni, hogy Cibor tűnt fel ott Budai 2 oldalán, pedig ő elvileg a bal szélső, de a magyar válogatottra nagyon-nagyon jellemző volt ebben az időszakban rengeteg helyváltoztatás. Nyilvánvalóan Hidekuti esetében különösen érdekes ez, aki hátravont középcsatárt játszott az együttesben, miközben egyébként klubcsapatában, az MTK-ban, ahol Bukovi Márton meghonosította tulajdonképpen ezt a stratégiát, nem ő, hanem Palotás Péter szerepelt ezen a poszton. De mondhatjuk nyugodtan, hogy Hidekutinak jól állt ez a pozíció. Buzánszki fejeli el a labdát, amely már is jön vissza. Loránt, Bozsik veszi le szépen. Rob. A hiányzó Fini, a bal szélső kétszer volt az évjátékos Angliában, tehát ő azért nagy hiányzója a házigazdának. Hidekuti szerez labdát. Cibor a bal oldalon. Sikerül kifejelnie Harry Johnstonnak. De már jön vissza a labda. Kocsis, Budai, megint Johnston. Ez volt a 10. egyben utolsó fellépése a válogatottban a középhátvédnek, aki a meccs idején már 34 éves volt, szinte napra pontosan 7 évvel korábban debütál. Közben Puskás próbálkozik, megdolgoztatva Meriket. Merik is a 30 év felettiek közé tartozik, Ramsey, Johnston, Matthews, illetve Mortensen társaságában az angol válogatottban. Cibor, Puskásnak lépnek oda hatékonyan ezúttal az angolok. Taylor, ő is a Blackpool játékosa, és az ő csapatba állítását többek közt az indokolta, hogy jó összekötő kapocs lehet majd Mortensen és Matthews között. Miközben Puskás cselezgetés készíti le a labdát lövésre, Hidekuti egyből. Az nem kérdés, a gyors gólt leszámítva is, hogy azért a magyar válogatott jobban kezdte ezt a mérkőzést. Merik kirúgása után egyből jön vissza a labda. Budai 2. Bele repülnek. Eckersley volt az, aki 22 éves koráig 1947-ig kamionsofőrként dolgozott és amatőr futballista volt. Budai 2 szöglete. Nem csoda, hogy Kocsist kereste, aki
a világ valaha volt legjobban fejelő játékosai közé tartozik, pedig nem volt hórihorgas, de elképesztő ütemérzéke, illetve rugói voltak Kocsis Sándornak, ráadásul Budaival, a Ferencvárosban együtt játszottak már, aztán a Honvédban is, tehát ismerték egymást, mint a tenyerüket. Budai kettő, kapura lövi éleszögből, Merik véd. És aztán nem vágja előre a labdát. Matthews. Igaz, hogy 38 éves volt már, de még ereje teljében, ugye ő az első aranylabdás, és 1956-ban, tehát 3 évvel lemérkőzés követően kapta meg az aranylabdát. Később lovaggá ütötték. Kocsis! Ez óriási lehetőség volt. Kezdeti rohanás után, minthogyha egy picit magára talált volna a magyar válogatott, és sokkal több lehetősége, komolyabb helyzete van, mint az ellenfélnek. Kezd ritmusa lenni annak a játéknak, amit a mieink játszanak. Sikerül elkotorni a Ramseynek a labdát. Right előre. Mortensen tette tovább. Aztán ő kapja vissza, Lantos szépen zár be középre, Lantos a bal hátvéd pozíciójából. Hidegkuti, most is egészen mélyen hátul, Puskásnak adja vissza a labdát, és tőle kapja meg Hidegkuti, ő gól, gondolhatnánk. Leo Horn azonban, noha szó nem lehetett Lesről, illetve akkor még nem ismerték a Les fogalmát, offside-nak hívták idehaza is, átvéve az angolból ezt a kifejezést. Szóval nem adta meg Horn, videóbíróval könnyebb lenne, bár ezt azért lehetett volna látni valószínűleg. Igen, hát ez egy tökéletes ütemű átadás volt, Hidegkut is nagyszerűen ment mélyről. Nagyon érdekes volt, hogy ezt valaki is Lesnek látta, nagyon szép akció volt, de hát ez van. Marad az 1-0, Hidegkuti pedig kisiá labdát szerez. Nehezen jutnak előre az angolok, de most átlépik a felező vonalat. Taylor ívelése köt ki Grosicsnál. Zakariás tette tovább a labdát. Puskás nem erre számított, pedig az ő duójuk is meglehetősen összeszokott Cibor Zoltánnal. Ekkor tájt már Cibor is a budapesti Honvéd labdarúgója volt. Most Buzánszki segít be középre, Lantostól láttunk már hasonlót a túloldalon. Jól érkezett Buzánszki, angol szöglet. Angol kis szöglet, egészen pontosan. És jól látom, akkor Puskás jött hátra védekezni a 16-oson belőle, és szerelt. Bright bedobása. Kiváló indítás. Cibor. Két angol védő vele szemben. Nem egy keresztben a labdája. Ez egy komoly lehetőség volt itt egy ütemet, talán hogyha várt volna Cibor, akkor a jobb oldalra át lehetett volna tenni a labdát Budainak. Igen, az jól érzékelhető, hogy van sebességbeli különbség a két csapat játékosai között, a mieink javára. Hidegkuti, Kocsis. Hidegkuti Budait kuttatja, akinek ez a labda hosszú. Szélvész gyors játékos volt Budai kettő, aki míg nem átigazolt a budapesti Honvédhoz, mondhatjuk, hogy kényszerűségből, hiszen Kocsissal együtt oda kellett igazolnia. Szóval csak Budai névre hallgatott, de miután volt már egy hasonló nevű, sőt egészen pontosan ugyanilyen nevű játékos a Honvédban, így aztán ott, ha mondhatom így, ráakasztották a Budai kettő nevet. Megint egy szép mentés. Sőt, az angolokról ment ki a labda. Ahhoz képest, hogy svédek elleni mérkőzés után mi jelent meg az angol sajtóban, cseppet sem úgy indul a meccs, ahogyan ők elképzelték, akkor
A Daily Herald azt írta, hogy súlyosan csalódnának, ha az angol csapat nem győznek könnyen a magyarok ellen. A Daily Express tudósítója szerint pedig az angol közönség bátran felteheti a pénzét a angol győzelemre ezen a mérkőzésen. Talán érdemes még arról a svéd meccsről annyit elmondani, hogy Sebes Gusztáv annyira az angolok elleni mérkőzés bűvületében élt, hogy ő is azt mondta, egyszer csak rádöbbent, hogy már nyakukon a svédek elleni összecsapás, nem is készítette fel saját bevallása szerint kellőképpen az együttest. Mindent ennek a meccsnek rendeltek alá. Más nem mondjak, azt a mérkőzést is angol labdával játszották, és ez annyira nem feküdt a magyar játékosoknak, hogy a szünetben megpróbálták rábírni Sebest, hogy cserélje ki a labdát, mert hogy nem nagyon érezték. Ő azonban erre nem volt hajlandó. Illetve természetesen az összes kártyáját sem fette fel azon a mérkőzésen, tehát tulajdonképpen szabadjára engedte egy kicsit a csapatot. Érdemes megnézni, hogy Hideg Kuti milyen szabadon veszi át a labdát, nagyon jó helyekre mozog. Viszont itt most az angolok előtt a lehetőség, és egyenlítenek. A gólszerző Sewell, akinek ez a hatodik mérkőzése a válogatottban, és a harmadik gólja, sikerült át egyenlítenie az angol csapatnak a 14. percben. Némiképpen váratlanul jött, de óriási rést átongott ott a védelem közepén ezúttal. Igen, gyakorlatilag egy kontra volt, nekünk volt lehetőségünk, Hideg Kuti akart kényszer ütézni az ellenfél 16-osánál, de elakadt a labda, és abból az ellenakcióból szerezték az egyenlítést az angolok. Puskás szerelik, de Puskás visszaszerzi a labdát. Kocsis, ráül a védő, majdnem elfért alatta, és hogyha eljut Puskáshoz a 16-oson belül, ez nem sok jót ígér az ellenfélnek. A gólszerző Sewell egyébként az utolsó gólját szerezte az angol válogatott színeiben, a harmadikat, mint mondtam, pályafutása során ezen a mérkőzésen. Ez nagy mentés volt, Johnston érkezett még éppen időben. Az első magyar szöglet a mérkőzésen. Középen mindössze hárman a mieink közül. A szöglet most nem is sikerült túl jól. Bozsik azonban labdát szerez. Megtartania már nem sikerült. Matthews. Tökéletes szerelés Zakariástól, aztán Kocsis ollózása. A fejeseink kívül a másik specialitása az ollózás volt Kocsis Sándornak. Nagyszerűen veszi most le a labdát Kocsis, de talán túl sokat vár ebben a szituációban. Egyel többet tolt rajta. Ez egy zseniális megmozdulás volt. A mozdulatából arra lehetett következtetni, hogy esetleg visszateszi a labdát, vagy visszafejeli. Ő pedig behúzta lábbal maga elé, és így került lövőhelyzetbe. Csak tényleg egy ütemet talán késlekedett. Fantasztikus technikai virtuozitást tükrözött ez a mozdulatsor. Budai szöglete közben. Kocsis elől elfejelik most a labdát. Buzánszki gyűjti be. Ő az, akiről stúdióban már szó volt, aki Dorogról került be a válogatottba. Ő nem igazolt a fővárosba a pályafutása során. Sewell. Az angolok gólszerzője azzal híresült el még 1951-ben, hogy ő lett a legdrágább angol labdarúgó, amikor a Sheffield Wednesday 36.500 pontot fizetett érte a Notts County-nak. Megint Hideg Kuti mélyről indulva egy szép csellel, Budai. Azonnal visszatámad a magyar válogatott. Hideg Kuti és Kocsis révén. Johnston. Budai kettő vele szemben. Labdaszerzés az ellenfél tér felén. Zakariás mutatta be. És a mieink dobhatnak. Buzánszki. A játékvezetőt is beveszi most a játékba Hideg Kuti. Ügyes kombináció volt, Budai 2.
messze van tőle a védő, Budai kettő középre, Zitzer, és Merik vetődik ki a kapujából Kocsis elé. Kicsi hosszan sikerült a labda átvétel, és Merik nagyszerűen repült ki a gólvonalról. Ez is Zitzerig játszott akció. Óriási lehetőség volt, nagyon jól tette vissza Budai a labdát, nem a kapu elé gyötörte be, hanem egy picit visszafelé adta. Jól is érkezett Kocsis, csak hiba csúszott az átvételbe, egy kicsit hosszabban tette maga el, és így már nem tudta ellőni. Érdekes, hogy Kocsis, aki 68 fellépésén 75 gólt ért el a válogatottban, a gól átlaga tehát jobb, mint 1,1 volt mérkőzésenként. 1953-ban érdekes módon mindössze egyetlen gólt szerzett a svédek ellen Stockholmban 5 válogatott meccsen. A két októberi fellépésre egyébként őt és Cibort nem hívták meg, mégpedig fegyelmi okok miatt hiányoztak ők ketten. Közben Merik rúgja ki a labdát, a miénk pedig azonnal begyűjtik azt. Puskás tovább. Jól tolja meg, de aztán buktatják. Ezek szerint szabályos volt. Hidegkuti! A második gólja. Lecsap a labdára, ebben azért Puskásnak is volt szerepe, mert a belépő nyomán már a földön fekve még vissza tudta tenni a labdát. Hon pedig nem jó szívvel követi a magyarok gól örömét, már sürgeti a mieinket, hogy gyorsan a középkezdéshez szíveskedjenek visszarendeződni. Újra nálunk az előny a 22. percben. És nálunk a labda is a középkezdés után néhány másodperccel. Budai, Kocsis, Budai elképesztő sebességgel. A hosszú alsót vette célba. Úgy néz ki, megfogta a gól egy kicsit az angolokat, nem is meglepő, hiszen ők jöttek kapus kirúgással, és a pontatlan kirúgásból tudtunk labdát szerezni, és góllal befejezni a támadást, és utána rögtön a középkezdés után is visszaszereztük, és újra helyzetet tudtunk kialakítani. Most ezt a lélektani pillanatot kellene kihasználni még. Közben azt láthattuk, hogy Lórán bízik Grosicsban. Erősen, pattogósan kapura adta haza a labdát, de... Volt éle a hazadásnak. De ezt még fel lehetett venni, ilyenkor megfoghatták egészen 92-ig a kapusok a hazadás után a labdát. Kocsis fejlére nagyszerűen a labdát, Budai kettő érkezik. Kocsis! Ott feküdt a kapu előterében Hidegkuti, de nem róla, hanem egy védőről pattant oldalra a labda, Puskás. Hazatereli Billy Wright. Rob. Szűl a labdával. Szépen jött Lóránt. 1949-ben lett Sebes Gusztáv szövetségi kapitány, és nyomban felismerte, hogy szüksége lesz egy erőteljes középhátvédre, aki a támadások szervezéséből is kiveszi a részét, és az akkor a Vasasban játszó Lórán Gyulára esett a választása. Kiváló rugó technikája volt egyébként Lórántnak. Nagyon sok támadás indult tőle. Kocsis Budainak. Budai elindul, de ketten kísérik, tényleg csak kísérik. Aztán egy kőkemény belépő végül Eckersley-től. Ő érte utol Budai kettőt. Sewell. Visszakapja a labdát. Érkezik azonban szemből Lóránt. Lantos. Begyűjtötte, de Budai kettő egyből elvette tőle a labdát. Rob ezt megelőzően 17-szer szerepelt az angol amatőr válogatottban. Budai kettő indít.
és Cibor tűnik fel a jobb oldalon, nem először a mérkőzés folyamán. Puskás, egy káprázatos, egy sokat látott csel, és ott a harmadik magyar gól. Wrightot az angol csapatkapitány küldte ki a pályáról. Az egyik angol kommentátor úgy fogalmazott, hogy mint egy rossz címre érkező tűzoltóautó úgy száguldott keresztbe Billy Wright Puskás előtt. Döbbenetes lövőcsel. Ez volt az a támadás, ahol talán tényleg megvolt az a 4-5-6 nyugodt passz, az a labdabirtoklás, az a pontos támadás felépítés, és egyből góllal is tudtuk befejezni egy gyönyörű egyéni megmozdulás végén. Tényleg sokszor láttuk, de így még nem. És talán mondhatom, így még élvezetesebb volt színesben látni ezt a gyönyörű cselt és a lövést. Taylor! Zakariás lassította az akciót. Ramsey visszapattan hozzá. Lantosnak nem sikerül elrúgni elsőre. Matthews. Érkezett mélységből Dickinson, de feltartóztatják a mieink. Right oldalra. Ramsey. Matthews. Grosics. Picit dadogott a labda, de aztán rávetődik. Mortensen ütködött azon, hogy esetleg megpróbálja megzavarni Grosics Gyulát. Kiváló kirúgás, de Kocsis nagyon egyedül van ott az angolok gyűrűjében. Dickinson csúszott be, szabálytalanul. Rab. Tovább engedi Horn. Budai 2. Megint Budai. Egy lágy emelés. Hideg Kuti fejeli el a labdát. De már az angolok jöhetnek. Az is a képek felújításának köszönhető, hogy nem is nagyon lehet érzékelni, micsoda óriási ködben játszották ezt a mérkőzést, azért az eredeti felvételeket, azok minőségét jelentősen befolyásolta ez is. És úgy hívlik, hogy Sebes Gusztáv még erre is felkészítette a csapatát, hiszen várható volt, hogy Angliában esetleg ködös lesz az időjárás. Füstgépekről szól a fáma. Kérdés, hogy ez legenda vagy igaz. Ahogy szokták mondani, sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom. Puskás előre, Budai 2. Magyar szabadrúgás. Puskás hagyja ott a labdát, Horn pedig megállítja azt. Bozsik lövi el, Puskás beleteszi a lábát, és ott a következő gól. Teljesen tudatosan hagyta ott a lábát Puskás, neki is megvan a második találata a meccsen. És ez még csak a 29. perc. Hármat kapnak az egyenlítő góljukra az angolok. Hát ezt nem tudom, mennyit gyakorolhatták a kispesti grundokon, de jól sült el. Nem volt sorfa a Bozsikkal szemben, pedig egészen közelről jöhetett ez a szabadrúgás. Puskás tökéletesen tette oda a lábát. Peti nem véletlenül hozta szóba a kispesti grundokat, mert valóban a klub, a Budapesti Honvéd akkor kirakat csapata volt, de Bozsik és Puskás ott kezdtek el futballozni. Merik megint megkínálják távolról. Tulajdonképpen kettejük köré építették ezt az egészen kiváló együttest, amelynek a kapuját akkoriban már Grosics védte, ő rúgja előre a labdát. Szival tovább, Bozsik lefüleli, Cibor Kocsisnak, Budai 2 elől sikerül elrúgniuk.
Megint egy kiváló szerelés Bozsiktól. Sebes Gusztáv elképzelései szerint Zakariásnak többször kellett visszazárnia a két szélső hátvéd közé. A szervező munka Bozsik Józsefé volt elsősorban, de a labdaszerzésekből is kivette a részét alaposan itt az első fél óra során. Wright teszi le a labdát, Ramsey. Ramsey-t megtámasztják, és ezt lefújja most Horn. Hidegkuti volt szabálytalan Ramsey-vel szemben. Grosic üti el a labdát, meg kellett még toldani. Megtörtént. Wrightot megelőzik. Puskás elől azonban sikerül hazarúgnia az angol védőnek a labdát. Merrick. Kocsis volt egészen mélyen a saját tér felén. Szembeötlő, hogy magyar játékosok sokkal kevésbé játszanak kötötten, mint az angolok, akik nagyon ragaszkodnak a posztjaikhoz. Ami Hidegkuti játékát illeti, korábban ugye a világválogatott elleni mérkőzésen ebből adódtak már problémái. Gunnar Nordahl hátravont középcsatár szerepeltetése, vagy hátravont csatárként való szerepeltetése miatt az angol válogatottnak, és két évvel korábban egy Argentina elleni meccsen Lacazia ugyanilyen szerepkörben okozott problémákat nekik, de ezzel megint nem tudnak megbirkózni, és akkor még nem beszéltünk a többiek helyváltoztatásairól. Igen, sokszor nagyon nehéz megállapítani, hogy tulajdonképpen ki milyen poszton játszik, hiszen nem csak a pálya hoztengelyében, mert azt majd tudom természetesnek mondhatjuk, hogy Cibor és Buda is többször visszavédekezik, de kereszt irányba is nagyon sokat mozognak, sokat változtatják a helyüket. Az angoloknál állítólag még az is némi fejtörést okozott, vagy legalábbis meglepetést, hogy a náluk kőbevésett messzámozással szemben a mieinknél ugye a jobb hátvéd megkapta a kettes, de utána a közép hátvédé lett a hármas, és Lantosi a bal hátvédé a négyes. Náluk azért ez másként festett akkoriban. Láthatjuk, hogy a közép hátvéd Harry Johnston ötös, a balbek Eckersley hármas mezben szerepel. Merrick gyakorolhatja a kirúgásokat, ez jó hosszúra sikerül. Lorán segítette haza a labdát Grosicsnak. Megint Merrick. Eckersley tette vissza a labdát. Kapustól kapusig ezekben a pillanatokban. Nem adják fel, ugyanolyan hosszú kirúgásokkal veszik célba az előlévőket. Igen, ez érdekes egyébként, hogy nem kéri el egyetlen egy védő sem, hogy ki lehetne dobni vagy gurítani a labdát, és lehetne akkor építeni a támadásokat. Nem akarták ennek a kockázatát felvállalni. Pedig azt nem lehet állítani, hogy nálunk különösképpen képességbeli hiányosságok adódtak volna. Budai kettő. Az egyik sprintjét lemértem, és 105 méteres elvileg a régi Wembley is. Nos, a felezővonal környékéről indulva 6 másodpercig jutott el labdavezetéssel az alapvonalig, vagyis ez egy objektív szám, elképesztően gyors volt. Kocsis érkezik és fejjel. Most láthattuk azt, hogy miért is tartották őt a világ egyik legjobban fejelő játékosának. Remekül ment fel és bólintotta meg a labdát. Bal szerencse volt, hogy középre ment. Elképesztő mennyiségű gyakorlás volt Budai kettő, illetve Kocsis összjátékai mögött. Hosszú órákat gyakoroltak még a Ferencváros időszakból adódóan. Igen, hát ennek egyébként Sándor Csikar itta meg a levét, aki kombinatívabb játékosnak tartottak, mint Budai, de azt mondták, hogy Budai
pedig olyan szinten szolgálja Kikocsist, hogy az eredményesség az inkább az ő párosuk felé billentette a mérleg nyelvét, így aztán Sándor Csigar kevesebb lehetőséghez jutott. Igen. Itt pedig Hidegkutinak volt közben egy lehetősége, megkapta magáét Puskástól utána, hogy a 16-oson belül nem tette le a labdát, hanem lőtt. Puskás most az ő kísérletét blokkolják. Budai esete azt hiszem a legjobb példa talán arra, hogy mennyire nehéz volt annak idején bekerülni a magyar válogatottba. Ugyanis volt egy olyan eset, amikor Budai 4 gólt szerzett 1950. júniusában egy lengyelek elleni meccsen, amit 5-2-re nyert meg a válogatott. Ezt követően 2 évig nem került be újra a csapatba. Kevés volt a 4. De ha belegondolunk, ami ugyancsak szóba került már a stúdióban, hogy októberben 2 napon belül 2 magyar A válogatott, illetve 2 B válogatott mérkőzést játszott. Testvérek között is minimum 44 hasonló kvalitású játékos. Sokat elmond. Ramsey. Érkezett Dickinson. Lantos. Zakariás emelt el. Matthews. Látszik, hogy ördöngősen cselez. Jó a fejes, Grosics. Hihetetlen, hogy odaért. Ez most szép támadás volt Matthews pontos beadásával. Óriási védés volt, nagyszerűen fejelte meg Matthews a labdát. Nagy dolog volt, hogy Grosics odaért a bal kapufához. Ez pedig most könnyedén szedi fel. Az iménti helyzetet kialakító Matthews Mortensen páros egyébként néhány hónappal korábban az FA Kupa döntőjében, amit a Blackpool 4-3-ra megnyert a Bolton ellen, egészen káprázatos volt. Mortensen 3 gólt szerzett azon a mérkőzésen. Matthews teljesítményéről pedig sokat elárul, hogy később Matthews döntőként emlegették azt az összecsapást. Ő 3 gólpaszt adott, és szemkápráztató volt a futballja. Többek közt azért is került vissza a válogatottba, mert hogy az azt megelőző években alig-alig kapott lehetőséget, ott a Winterbottom inkább védekező típusú szélsőt képzelt el abba a pozícióba. Hidegkuti teljesen üresen, itt érződött nagyon, hogy mi az angolok fő problémája az ő visszalépéseivel kapcsolatban. Itt pedig látható ugrik a kép, ugrunk az időben is. Ugyanis amikor a BBC annak idején elküldte Magyarországra ennek a mérkőzésnek a felvételét, abból néhány perc hiányzott, és azóta sem lett meg. És ebben a néhány percben az angolok szereztek egy gólt Mortensen révén. A 38. percben, tehát 4-2-re módosult az eredmény. Télőrülését védi közben Grosics. Szóval ezt a bizonyos gólt egyszerűen nem tudjuk megmutatni, mert nem áll róla rendelkezésre sehol sem felvétel a világon. De nyilván számunkra az a legfontosabb, hogy a magyar gólok egytől egyig megvannak, és csodálhatjuk őket. Eckersley jobb lábbal előre, még pedig nagyon pontosan. Dickinson hosszas készülődés után. Rab Buzánszkival fut versenyt. Rob még mindig, de már nem éri el a labdát. Buzánszki azzal a becsúszásával annyit elér, hogy a gyors angol játékos már csak az alaponalan túlfutotta be a labdát. Kirúgás. Ez már a félidő hajrája. Kocsis lökik. Kocsisnál egyébként említettem ezt a viszonylag rosszabb időszakát. A következő angolok elleni mérkőzésen, a 7-1-es meccsen szakadt ki a gólzsák. Ott 2 szerzett, és aztán jött a világbajnokság nem olyan sokára, ahol gólkirály lett.
sikerül megtartaniuk a labdát ezúttal. Mortensen játszotta tovább, megérkezett Wright is. Matthews. Újabb lehetőség az angolok előtt. Szép blokk. A középpályán könnyedén túljut most a labdavezetéssel a magyar csapat. Budai kettő pedig szokás szerint érkezik óriási sebességgel, de kimarad a helyzet. A második góltól, a szépítéstől egy kicsit vérszemet kaptak az angolok, de ismét kinyíltak, és egy nagyon gyors támadást végig tudtunk vinni. Ez óriási helyzet volt, ezt be kellett volna rúgni. Buzánszki teszi haza a labdát, kissé megdolgoztatva ezzel Grosicsot. Korábban Grosics is volt a dorogiak kapusa. Right. Jön Grosics, és kellett is, hogy jöjjön. Lábbal sikerült tisztázni a 16-os vonalánál. Két angol lép oda, övék a labda. Matthews. Most ő jött át a bal szélre, Rob. Kocsis lefüleli, Buzánszki emeli előre. Johnston. Nagyon direkt a mieink játéka most megint, ahogy megszerzik a labdát, egyből előre passzban gondolkoznak, és most ismét egy picit többet hibázunk, mint a félidő középső részében. Kocsis. Budai kettőt kereste. Ide Kutis megjátszhatónak tűnt középen, szokás szerint üresen. Utóbb Johnston elárult, hogy fogalma nem volt, hogy mit tegyen, hiszen hogyha kilép a védelemből, akkor ott keletkezik egy űr. Ha viszont nem, akkor a visszalépő Hideg Kuti teljesen üresen, mint a legtöbbször, azt láthatjuk. Matthews. Taylor. És aztán a 16-oson belül Mortensen. Mozsikkal találkozott, Horn azonban azonnal jelzi, hogy ezért nem jár büntető. A 25. egyszer, mint utolsó válogatott fellépése volt Sten Mortensennek, és a 23. gólját szerezte ezen az összecsapáson, tehát neki sem volt rossz gólátlag. A Matthews egy villámgyors csellel. Kocsis. Wright lecsap rá. Ebből viszont már a mieink indulhatnak. Horn az órájára néz, és véget vett az első fél időnek. 6 gól született tehát, a mieink 4-et szereztek, 2-t Hideg Kuti, 2-t Puskás, Anglia-Magyarország 2-4 az első fél időt. 4-2-re vezette át a magyar válogatott a Wembley-ben, Anglia vendégeként az első fél időt követően. Megkezdődött a második játékrész, Matthews a labdával, 3 magyar vele szemben. Matthews kénytelen hátra tenni a labdát, Johnston játszotta azt előre. Matthews. 42 éves és 104 napos volt, amikor utoljára szerepelt 1957-ben az angol válogatottban Stanley Matthews. Minden idők legidősebb labdarúgója, aki az angol válogatottban szerepelt. Sikerül kifejelni az ígéretes pozícióból elvégzett szabadrúgás követően a labdát. Matthews szépen tolja meg. Grosics! Villámgyors vetődéssel. Puskás rúgja előre egy átvétel után kiválóan. Az viszont Meriké. Cibor jött még a bal oldalon. Taylor.
Mortensen labdáját, lekapcsolják a mieink. Hideg kuti a felezőnél. Puskás. Johnston passzába Cibor belelép, Matthews, finom csel. Kétszer lett az évjátékos Angliában Stanley Matthews. Érdekes módon akkor, amikor megválasztották aranylabdásnak 1956-ban, akkor nem. 1948-ban és 63-ban 15 év eltéréssel két alkalommal, viszont igen. Elég jól bekezdtek az angolok itt a második félidő elején, próbálnak ugye a szépítő találatban még közelebb kerülni a magyar válogatotthoz. Grosicsnak kell védenie egy fejest, Mortensen bólintott, és közben ő is és Wright is lent marad a földön. Wrighté volt a beadás, odaléptek neki a beívelés pillanatában. Meg is állítja Horna játékot. A mieink leszállítják Mortensent a pályáról. Lorant és Grosics. Ebben az időben nem volt még ez világszerte ismert szokás, hogy le kell vinni a sérült játékos, nem is feltétlenül díjazta mindenki Angliában. Miközben Mortensen ápolása zajlik, én említettem, a csapatkapitány Wright is problémákkal küzd. Való igaz, igyekeztek bekezdeni a második félidő elején az angolok. Egyelőre most inkább a védekezésen a hangsúly nálunk, és itt visszautalnék arra az olasz mérkőzésre, amiről Rudi is beszélt, azt májusban játszották, az Európa Kupa döntője volt, és egyszer s mind a római olimpiai stadion avató mérkőzése. Ott a magyar válogatott mégis nagyon-nagyon hatékonyan tette a dolgát. 3-0-ra győzte le a házigazda olaszokat, megszerezve az Európa Kupát. Hidekuti gólja után még Puskás is kétszer betalált, és Vittorio Pozzo, az edzőként kétszeres világbajnok olasz kapitány szerint 7-0-ra is nyerhettek volna a mieink. Az a mérkőzés abból a szempontból is érdekes, hogy Szepesi György, a legendás rádióriporter saját visszaemlékezései szerint azon a meccsen használta először az aranycsapat elnevezést erre az együttesre. Tehát 1953. májusában. Minden esetre ebben a felállásban akkor futott ki először a válogatott a pályára. Másodszor a svédek elleni 10 nappal ezt a meccset megelőző összecsapáson, aztán az évszázad mérkőzésén és végül 54. április 11-én az osztrákok ellen Bécsben. Nem árulok el nagy titkot, egyik összecsapás sem fejezte be ebben az összetételben a magyar csapat, pedig akkor még csak sérülés nyomán lehetett cserélni. Az angoloknak egyelőre nincs erre szükségük ezen a meccsen. Mortensen és Wright is maradt a pályán. Matthews. Lantos szorítja hátra. Matthews azonban megtartja a labdát két emberrel szemben. Budai kettő, Bozsik emeli fel. Kocsis. Belépnek Budai kettő elé az angolok. Eckersley játssza haza a labdát. Itt azért valószínűleg már lejjebb ereszkedett a köd. Egészen szélsőséges időjárási viszonyok közepette is képes volt adott esetben erőnlétben is felülmúlni ellenfelét a magyar válogatott. Megint az olasz meccsre visszautalva, azt az olaszok szánt szándékkal kora délutára tették, hogy hőségben játszanak, de saját kardjukba dőltek. Milyenik jobban bírták, mint ők. Pedig azért ez a fajta letámadás, amiről itt a szünetben is beszéltek a Rudiék, az emészti azért az energiát. De színes lett a kép. Várjunk egy kicsit.
Puskás teszi be a labdát a 16-oson belőre. Hideg Kuti vissza. Bozsik. Puskás. Ezúttal másfajta csel, kijön a kapufáról a labda. Kocsisnak nem jön be. Bozsiknak viszont igen, nem is tudja követni a kamera. Már Kocsisé is elképesztően nagy helyzet volt, és Merik volt az, aki megmentette akkor még csapatát a góltól. Jön megint egy távoli lövés, fantasztikusan eltalálja Bozsik József is. Szép hosszan megnézhettük ezt színesben. De ahogy bekezdtek az angolok, úgy lehűtheti őket. Ez a második félidő 5. percében született magyar gól. Közben már Zakariás lép vissza. Lantos. Édesapád 101-szer volt válogatott. És a 101 mérkőzésen 11 gólt szerzett. Tehát az külön nagy szó, hogy ezen a meccsen betalált, meg amúgy az utolsó válogatott mérkőzésén Uruguay ellen is, tehát igen. Odafigyelt, hogy a fontos mérkőzésekre jusson volt. Igen, ezen a mérkőzésen egyébként is azt gondolom, hogy jó teljesítmény nyújtott, és talán azt koronázta meg ezt a teljesítményt ezzel a góllal, és egy picit talán mondhatjuk, hogy kellett is, mert ugye a második félidő elején azért úgy jöttek az angolok, ugye belelkesedve a 4-2-es szépítéstől, feltételezem, kaptak egy kis fejmosást még a szünetben, de ezzel talán egy picit le tudtuk őket hűteni, és hát azért egyértelműen kézben van a mérkőzés. Hideg Kuti. Puskás. Ramsey mellett tolja el, fantasztikus átadás volt. Hideg Kuti befelé tolja, mielőtt azonban passzolhatna vagy lőhetne. Beérik. Budai 2, már is visszaszereztük. De most nagyon határozottak az angolok. Dickinson. Johnston emelte ki a labdát az oldalvonalon kívülre. Puskás. Dickinson nagyon elküldte ezzel a csellel. Lantos. Szépen szedte le Kocsis a levegőből. És miután megint színes a kép, érdemes figyelni. Budai 2, aztán Kocsis fejjel tovább. Puskás, egy-két emelés, és aztán Hideg Kuti a gólszerző. Ahhoz képest, hogy megpróbálta erőteljesen kezdeni a második félidőt az angol válogatott, két magyar gól érkezik, mindössze 8 perc leforgása alatt. Hideg Kuti pedig mesterhármas szerez, válogatott pályafutása során harmadszor. Ez nagyon szép gól volt, és itt is megállapíthatjuk, hogy azért a támadás felépítésében megint csak volt néhány olyan passz, ami a ritmust adott ennek a támadásnak. És egy gyönyörű volt a befejezése, hogy Puskás ezt odaemelte, hogy Hideg Kuti kapásból eltalálta. Szép támadás végén, parádés gól. A házi gólversenyben tehát Hideg Kuti vezet Puskással szemben ezen a mérkőzésen. Ahogy mondtam, Kocsis kapcsán, hogy nem ez volt az úgymond nem a legtermékenyebb időszaka volt ez a válogatottban. Nos, Hideg Kutinak igencsak jól sikerült a 1953-as esztendő 7 válogatott meccsen 8-szor volt eredményes. Ramsey küzd a labdáért, alul marad ebben a küzdelemben, de Merik segít rajta.
Puskás harcolt nagyot, de közben lefújta az ő megmozdulását a játékvezető. A triplázó Hidegkutiról annyit, hogy ő 1945-ben mutatkozott be a válogatottban, egészen érdekes körülmények között. Az Üllői úton játszott a magyar válogatott, ő kiment megnézni a meccset, és aztán röviddel az érkezése után behívták az öltözőbe, ahol az akkori szövetségi kapitány Galovics Tibor tudatta vele, hogy Szusza Ferenc megsérült, és neki kell játszania. Nagyon nem jött zavarba, két gólt szerzett az első válogatott meccsén, amelyet hozzávetőlegesen két évvel követett a második. Szusza felépült. Kocsis. Magyar szöglet. Már az első félidő végén azt kérdezgette egymástól a levonuló félben lévő Johnston és Wright, hogy mit lehetne tenni. Johnston kérdésére Wright azt mondta, hogy fogalma sincs. Ehhez képest most már nem kettő, hanem négy góllal vezet a magyar válogatott. Ebből is lövés születik, és hogyha középütt sikerül még hozzányúlni, akkor lehet, hogy gól is született volna. Ez most ügyes. Kiválóan helyezkedik azonban Lóránt. Sewell elől rúgta el a labdát. Rossz is nem vette föl, és aztán szabálytalankodik. Talán megkaparinthatta volna a labdát Grosics Gyula, de miután az angolok élet, utána vetődve kétségkívül szabálytalanul akadályozta az ellenfelét. Remszi pedig kihasználja a lehetőséget, 6-3. Ez volt Remszi utolsó válogatott gólja, a harmadik. Mert az utolsó válogatott mérkőzése is ez volt egyszer s mind. A Robbal szembeni szabálytalanság miatt ítélt büntetőt a játékvezető. Ráadásul Grosicsnak fáj a karja. Potyognak a gólok a második félidő elején, hiszen mindez az 57. percben történt. Angol felívelés a szabadrúgásból. Lóránt. Ismét sikerül megakadályozni az indítási kísérletet. Wright bedobása. Mortensen középre. Matthews csímbe kapja. Matthews középre. Ó, de finom megoldás volt Taylorral szemben. Cibor. Puskás keresztbe. Hidegkuti. Bozsik tolja meg a labdát. Puskás. Nem támadják. Puskás faképnél hagyja az ellenfelét. Merik talál hozzáér Újhegyjel, de ott a lehetőség megint. Ez is egy nagyon szépen végigvitt támadás volt, és tényleg elmondhatjuk azt, hogy a 6 gólon kívül még számtalan lehetőség volt, óriási helyzeteket hagyott ki a magyar válogatott, de hát ne legyünk telhetetlenek. Megint Budainak volt helyzete, akinek itt a befejezések nem sikerültek ezen a mérkőzésen.
pedig jó pár alkalommal gólhelyzetbe került. Megint meglép a jobb oldalon, kapja is a labdát Budai. Ezúttal inkább bead Ramsey. Wright fejeli tovább a labdát, reklamálnak a mieink. És meghallgatásra talál a reklamálásuk. Horn is úgy látta, hogy szabálytalanság történt. Igen kecsegtető pozícióból jön szabadrúgás a mieink javára. És most már össze is áll egy sorfal. Igen, ez már kellően közel van ahhoz, hogy összeállítsanak egy sorfalt. Volt egy játékos a labda elrúgásának pillanatában, nagyjából egy méterre a labdától, de Horn most nem volt olyan precíz, mint általában eddig a meccsen. Megint magyar labdaszerzés, de ezzel most nem jutunk messzire. Dickinson dobhat. Taylor szabadrúgása. 28 esztendős volt a meccs idején. A másik újonc Rapp pedig 27. Elég későn kerültek tehát tűz közelbe, bár az is igaz, hogy Rob, akinek a foglalkozása tanár volt, végig pályafutása során dolgozott és tanított, emellett futballozott. Ígéretesen indultak meg az angolok, de aztán Laurent elrúgja a labdát. Zakariás ragyogóan segített be itt is. Hihetetlen mennyiséget futott. Rengeteget dolgozott. Sikerül bent tartani a Cibornak. Puskás. Az nem vetődött fel azért még az angol védőkben sem, hogy Puskás esetleg majd a jobb lába felé tolja a labdát, de ballal így is elképesztő volt. Jó kiugratás, de Lantos közbeavatkozása egészen kiváló. Matthews. Lantos mellett, akinek társai bevallása szerint sem a gyorsaság volt az elsődleges erénye, de egyéb erényekkel ezt kompenzálta. Kiváló volt a rúgó technikája, nagyszerűen helyezkedett Lantos. Most nekünk is össze kell rakni egy sorfalt. Veszélyes pozícióban angol szabadrúgás. Ramsey legurítja, de hosszú. Matthews előtt gurult el a labda. Érdekes, hogy Ramsey és Matthews mennyire másként ítélte meg utóbb ezt a mérkőzést, miközben Ramsey kapcsán említettem, hogy ő azt mondta, hogy nem lett volna szabad veszíteniük, hiszen 4 gólt kaptak a 16-oson kívülről. Kisebb burkoltam, vagy nem is annyira, Meriket is hibáztatta, mondván, hogy majdnem minden, ami kapura ment, gól lett. Ehhez képest egyébként 35 kapura lövési kísérlete volt a magyar válogatottnak, és 5 az angolnak. Addig Matthews a szövetségre volt kísérdő, és a válogatási elveket hibáztatta. A magyar csapatot azonban maximálisan elismerte a mérkőzés után. És ugye Ramsey már nem játszott az úgymond visszavágón Budapesten, de ott megerősítést nyert, hogy nem volt érdemtelen ez a siker, hiszen 7-1-re nyert a magyar válogatott.
Hát csodálatos 6 évet produkált akkor a magyar válogatott, tulajdonképpen egy vereséggel hozta le azt a 6 évet, az egy fájó pillanat volt az az egy, hiszen az a Berni döntőben született, de az egy csodálatos veretlenségi széria volt. Igen, egy olyan mérkőzés van, egy 1952-es találkozó Moszkva válogatottja ellen, amelyel kétszer is megmérkőzött akkor a magyar csapat, az egyik meccs döntetlen lett, a másik pedig, amely most ebből a szempontból érdekes, 2-1-es magyar vereséggel zárult, és amelyet ekkor még hivatalos mérkőzésnek nem ismertünk el, de aztán később, a 2000-es évek elején a Magyar Labdarúgó Szövetség ezt megtette, de ettől függetlenül. Igen, az én 6 évemben sincs benne. Igen, azt lehet így is számolni. Megint veszélyesen jutott el az alapvonalig a magyar csapat, de ennél többre most nem futott a Taylor. Újra próbálkozik, megint sikertelenül Lantos. Ezúttal Ramsey szerzett labdát, Wright. Matthews elveszíti, és egyből a védelemre viheti rá a magyar csapat. Kocsis lőtt el. Nagyon sok labdát szereztünk most is fenn a félvonal környékén, tehát tényleg kondicionálisan is bírták a játékosok a mérkőzést, és második félidőben is erőltették még a pressinget, a letámadást. Ramsey. Nem, Matthews az, és már megy tovább, de ez hosszú lesz neki. Nagyon szépen beléptek elé. Ezzel is csökkentve az esélyeit. Hát lehet, hogy 30 fölött volt, de azért nehéz volt őt tartani. Nagyon jól cselezett, hirtelen tudott irányt változtatni, birtokolta, jól fedezte a labdát. Nem volt könnyű a semlegesítése. Ő 19 évesen, 1934-ben debütált a válogatottban. És mint említettem, 1957-ig volt válogatott. '49 és '52 között, hogy mondtam, alig-alig játszott, mindössze 4-szer kapott szerepet, aztán 1953 második felében 3 alkalommal Stanley Matthews. Grosics rúgta ki tökéletesen a labdát. Budai már indul. És kapja is Kocsistól. Budai Dickinsonnal, akinek sikerül őt megállítania. Johnston. Úgy jött össze a 10 válogatottsága Johnstonnak pályafutása során, ez volt egyébként a 10., hogy ezt megelőzően, miközben Grosics jön ki nagyszerűen, mindössze 3-szor volt válogatott, és 1953-ban 7-szer. De a meccs után már sohasem. Ez parádés volt, hogy itt Grosics kirobbant a kapujából, és levette a kilépő angol játékos lábáról a labdát. Ez egy meleg szituáció volt. Nagyon nagy sebességgel, ez is Grosics erényei közé tartozott. Köszli rúgta el a labdát. Lantosnak sikerült tisztázni a Matthews elől. Pont szabadrúgást ítélt az angolok javára Matthews beívelése, jön Grosics, és elüti a labdát. Puskás ezúttal jobban indít, nem akárhogyan. Kocsis gurít vissza lövésre, gyönyörű támadás. És Puskás érkezett, hogyha jól láttam, és megint jobbal. Gyakorlatilag ketten végigvitték a támadást. És valóban furcsa volt ezt látni, hogy jobb lábbal ért a labdához, Öcsi bácsi. Hidegkuti.
Kocsissal a kényszerítő Budai. A kapás lövés. Kocsis labdái vagy elkerülik a kaput, vagy merik véd, vagy éppen blokkolnak. De ami ezen a meccsen, vagy akár ebben az évben kevésbé jött össze neki, az 1954-ben a májusi angolok elleni meccstől számítva, igen, akkor összesen 12 válogatott meccsen 23 gólt szerzett Kocsis Sándor. Egyetlen egy olyan összecsapás volt, amelyen nem szerzett gólt, sajnos az a berni döntő az NSK ellen. Tizenegy góllal lett Kocsis világbajnoki gólkirály 1954-ben. Mortensen legurítja a labdát. Na, körülhetünk, hogy nem fordult rá Szűval, azt hiszem. Matthews. Megállították, ő pedig lökött. Lantos íveli előre a labdát. Alig, ha nem les volt már, Puskás mérgelődik, aki Ciborral szeretett volna összejátszani. Szerintem úgy látta a játékvezető, mint a kézzel nyúlt volna a labdáért. Rosics megint egy hosszú kirúgás. Johnston. Nem sokat tétovázott Grosics Gyula. Nem, ők is abszolút első szándékból teszik előre a labdát, mert a kapusokra gondolok, mindkét oldalon gondolkodás nélkül rúgják föl. Angol kapus Merrick, ahogy említettem, emérkőzés után is kapott kritikákat, de ott volt még a következő 1954-es világbajnokságon, viszont ott az urugvájok elleni vereséget ráírták, és azt követően már nem volt újra válogatott. Wright fejeli ki a labdát. Aztán ő blokkol, még fájdalmas lehetett neki. Az most jó védekezés Ramsey-től. Dickinson. És Budai már egyből letámadja abban a pillanatban, hogy Merrick kidobta a labdát. Csodálkozik is erősen, hogy ez szabálytalannak látta Horn. Erőszakosnak, de szabályosnak tűnt Budai 2. Újabb játék megszakítás, és megint Budai ellen a szabadrúgás. Dickinson végzi el a szabadrúgást. Matthews. Tökéletes ütemben tolta el. Idegkuti van ott a saját 16-osán belül, és leszedi az ellenfél rablábáról a labdát. Aztán már indul a magyar ellentámadás, Kocsis tartja meg. Puskás, hiába csúsznak oda neki, Ramsey cselezte ki. Cibor. Tökéletes átadás, Budai. Még így is jó, Puskás. A gólvonal előtt sikerül Ramseynek blokkolni a lövését. Cibor átlép Ramsey-n, ahogy egyelőre a magyar válogatott az angolon. Ramsey már felpattan, odafekszik a magyar játékos elé. Az angoloké a labda.
Cibor fog kezet aztán a jobb hátvéddel. Néhány csatát megvívtak most pár másodperc alatt. Volt köztük kontakt most bőven. Viszont ahogy felvittük a labdát, az megint csak szép volt. Rosics mozgott ki a kapujából, hogy elkérje Lorántól, aztán már Budai felé küldi. Budai kettő tolja meg fejjel. Miénk veszik le végül. Kocsis vár a labdára. Azon a környéken nem volt labdaszedő. Ramsey fejeli el. Matthews és Lantos. Ramsey pedig kikíséri a labdát. Később Alf Ramsey 9 éven át volt az angol válogatott szövetségi kapitánya, illetve 11 éven át, jól kiszámoltam, 1963 és 74 között, és 66-ban világbajnokok lettek hazai környezetben. Mindez idáig ez az angol labdarúgás egyetlen világbajnoki aranya. Ramsey csúszik oda Cibornak. Cibor Puskás bedobása után és Merik a szokásos hosszú kirúgással Mortensen. ...1949-ben Mortensen egy Wales elleni világbajnoki selejtezőn az angol labdarúgás történetének első VB selejtezős gólját ért el, és aztán világbajnokságon is ő volt az első, aki betalált angol színekben 1950-ben. Ezúttal egy kicsi ütközést is lefúj Horn. Az első játék részben nagy vonalú volt. Budai simán lefüleli. Itt már úgy tűnik, hogy egy kicsit hitehagyottá váltak az angolok, érzik azt, hogy nincs esély. A miénk pedig a jónál is jobb helyzeteket keresnek. Igen, most éppen Puskás dekázott néhányat. Aztán pedig igyekezett a 16-oson belül találni magának játszótársat. Szóval Mozsik avatkozik közben jól megint. Aztán új fent. Eckersley lövi előre a labdát. Még pedig pontosan. Mortensen. És ez a miénké. Még pedig Puskásé. Nem támadják meg Puskást. Persze, hogy ellövi, de ezúttal kapu mellé egy picivel. Érdekes számomra, hogy már mondtam, hogy ez a rengeteg kirúgás, de el kell ismerni, hogy zömében pontosak Rosics hosszú kirúgásai. Általában tudunk belőle támadást építeni, úgyhogy nagy valószínűséggel ez a taktika része lehetett. Közben valami történt. Rosicsnak továbbra is fáj a karja, ezt jelzi. Úgyhogy lemegy a pályáról. Ugye ez egy sokak által ismert jelenet, vagy legalábbis olvashattak róla azok, akik nem látták, ugyanis már említettem, sérülés kellett ahhoz, hogy egy játékos átadja a helyét egy másik társának, magyarul lehessen cserélni, és Gellér Sándor annyit, de annyit ült a padon Grosics mögött, hogy bizony Grosics Gyula többször is lement a pályáról.
Gellért 8 válogatottsága közül ez a negyedik, ő állt be Grosics helyére. Ezt megelőzően 1952. júniusában, tehát közel 2,5 évvel korábban lépett pályára legutóbb a válogatottban, és egyébként a 8-ból 5-ször becserélték, hasonló okokból, mint most. Igen, ez egy nemes gesztus volt Grosicstól, megadta a sanszot a tartaléknak, hogy kiélvezze ennek a mérkőzésnek a végét és az utolsó perceit. Pedig volt egy óriási magyar lehetőség közben a 7. gól megszerzésére, és hogyha már 7-es, hogy nem, Grosics a 7-1-es meccsen is lement, és beszállt Gellér a helyére. Egészen eddig szépen jöttek előre az angolok. Lehet, hogy Horn is elkezdett fáradni a második félidőre, megint ellenünk fúj. Kocsis. Matthews. Angol szöglet. Sikerül megcsúsztatni a labdát, Kocsis szedi le. Wrightban elakadt. Határozottabb volt az angol, Kocsis. Bármikor vállalkozott egy ollózásra. A 17 évesen a Fradi felnőtt csapatában játszott Kocsis, de állítólag, amikor nagykorú lett, akkor tájt még nem volt 60 kiló sem. Meg kellett őt erősíteni, hogy igazán komoly klasszis váljék belőle. Budai megint visszazár és megzavarja az ellenfelét. Még ez is jó, sőt, óriási szóló. Ott már pálya végét jelző vonal. Vozsik ment végig óriási sebességgel, aztán már nem érte el a labdát. Ez most az angoloké. Gelléről még annyit, hogy kerettag volt a Helsinki olimpián 1952-ben, amit a magyar válogatott nyert meg labdarúgásban, és ott volt az 1954-es VB ezüstérmes csapatban is, de nem játszó kerettag volt mindkét tornán, és így nem kapott érmet. Ami a cserepadon végigült meccseket illeti. Azt nem tudom, hogy hivatalos világcsúcstartó-e, de az biztos, hogy nála többször nem ült senki. Nem tűnt szabályosnak. Igen, pár perccel ezelőtt is volt már egy hasonló szituáció, Hidegkuti nagyon jól beállt a labdának, és az a 16-oson belül történt. Szoktam mondani, hogy láttunk már ilyenért 11-est, de hát egyenlőre csorog a mérkőzés a megszokott mederben. És ez a meder tetszett és tetszik nekünk, mert hogy továbbra is 6-3 a magyar válogatott javára nyilván. Sok gólra már nem számíthatunk, de helyzetekre még mindenképpen. Hát, ha ma belövik. Akár ezt, az mellé tartott, jön Merik, és megkapja a labdát. Az angol válogatott, bár talán a szövetségkapitányt nem sorolhatjuk ide, hiszen
ő azt mondta a magyarok svédek elleni döntetlenjét követően, hogy a magyar válogatott továbbra is a világ egyik legerősebb csapata. Mindenesetre az angol válogatott, az angol sajtó vagy szurkolók pozitív várakozásaiból nem sok valósult meg, talán leszámítva azt, hogy szereztek 3 gólt ezen a mérkőzésen. Viszont irányt mutatott az angol labdarúgásnak ez a mérkőzés, utóbb ez volt az általános vélekedés. Kicsit berosdásodott volt már akkoriban az angol labdarúgás. Ma is vannak ilyen korszakváltó eredmények, és nagyon jó azért azt tudni és arról beszélni, hogy annak idén a magyar válogatott szabta tulajdonképpen a világ futballjának az irányát, és minket tartottak akkor a reformereknek, és azoknak, akik az újat be tudtuk csempészni ebben a játékba. És tényleg nagyon jó érzés arról olvasni és azt tanulni a továbbképzéseken, hogy bizony a holland és a spanyol futball és a jelenlegi válogatottak is mennyi játék elemet vettek át az aranycsapat játékából. Igen, és itt edzőként, szövetségi kapitányként nyilván Sebes Gusztávot szoktuk elsősorban említeni, de hogyha már az a hamis 9-es, a hátravont középcsatár szerepkör szóba került többször, akkor Bukovi Mártont érdemes még egyszer kiemelni, vagy éppen Mándi Gyulát, aki Sebes Gusztáv segítője volt, és állítólag az agytrözt, hiszen remek taktikai érzéke volt Mándinak. Sebesnek pedig fantasztikus erényei voltak, ami a szervezést illeti, a körültekintést, hogy erre a mérkőzésre is milyen alapossággal készültek fel a mieink, az példaértékű. Lóránt egészen Merrickig rúgta a labdát. Dickinson állítja le. Megint fejjel kell tisztázni. Ez buktatásnak tűnt, de nem Horn számára. Mondom, nagy volt a köd a második félidőben. Johnston keresztbe. És most véget vett a mérkőzésnek, az évszázad mérkőzésének Leo Horn. A magyar válogatott 4-2-es félidő után a Sportág bölcsőjében, Angliában győzi le az angol válogatottat 6-3-ra, elképesztő sikert aratva.